úgy tudom, német tanár vagy, de hát akkor adott a kérdés, mi vitt rá arra, hogy filmkészítéssel foglalkozz? Hát igazából már gyerekkorom óta foglalkoztat a filmkészítés. Ez volt az egyik gyerekkori álmom, hogy én majd filmeket csinálok. Hogy ezt főhivatásból vagy sem, az igazából teljesen lényegtelen volt. Az a lényeg, hogy bármi is leszek, mellette tudott filmeket fogok csinálni. Német tanár lettem, mert a nyelveket szeretem, és ezt a szakmát is nagyon szeretem. És így, hogy csak hobbiból vagyok filmes, ennek az az előnye, hogy csak olyan filmeket csinálok, aminek látom értelmét, tehát nem kell olyan filmeket összehoznom, amiből megélhetek, és lehet, hogy akkor megutálnám ezt az egész szakmát, vagy megunnám a filmkészítést. Nem tényleg, ha van egy jó ötletem, amit úgy gondolok, hogy filmre való, akkor megcsinálom. Tehát mi volt ez egy jó kombináció. És mi volt az első alkotásod? Hát a legelső az a Láthatatlan ember mód felett furcsa esete című, végül is majdnem animációs film, mert ahogy eltűnt benne a láthatatlan ember, a professzor, ahogy láthatatlaná vált, akkor már csak ilyen Damilok segítségével mozgattuk a tárgyakat, úgyhogy azt igazából félig animációs filmnek is tekinthetjük. Ez volt az első, amikor megkaptam a kamerámat a 94-ben talán, tehát 93-ban valahogy így. Eddig hány filmet készítettél összesen? Hát nem sokat, mert egy régi, még V8-as, Video 8-as kamerával csináltunk két 20 perces rövidfilmet, az egyik a láthatatlan emberes, a másik meg egy tükörről szólt, amiben be lehetett állítani, hogy hány évvel későbbi önmagadat lásd benne. Ez volt a második rövidfilm. A harmadik az a Fű című alkotás, és aztán jött már egy nagyjátékfilm a Nobelesco-ban. Aztán a Deus Ex Machina, kettő között meg volt még két rövid film, tehát igazából nem lehet azt mondani, hogy sokat forgattunk. De amiket leforgattunk, azt vállaljuk, tehát... No Man's No Man című filmet 2003-ban jelent meg. Ez miről szól, mit tudnál erről a filmről mondani? Hát ez a film egy metróvezetőről szól, akit zavar a commerce és gyakori nevéből adódó állandó félreértés, amivel a nap mint nap ugye szembesülnie kell, és ezért elhatározza, hogy kiírtja az összes névrokonát a föld színéről, és hát mivel úgy hívják, hogy Szabó János, ez egy elég embert próbáló feladat, de hát neki vág, és sikeresen végrehajtja ezt a tervet. És honnan jött ez az ötlet? Ötlet az onnan jött, hogy egyszer viccből nézegettem a telefonkönyvet, hogy hány névrokonom lehet, és kiderült, hogy csak három. Úgyhogy arra gondoltam, hogy hát három ember simán eltehetnék lábalól, senki nem gyanakodna arra, hogy az összefüggés az igazából azonos név. Tehát, hogy valaki azért öl meg valakit, mert ugyanúgy hívják, ez hülyeség. És akkor eszembe jutott, hogy milyen jó, hogy nem Szabó János vagyok, mert akkor sokkal macerásabb lenne a feladat. És hogyan fogadták a filmet, amikor olyan készült? Hát a film fogadtatása alternatív körökben egészen jó volt. Nyilván ugye nem lehet mindenkinek filmet készíteni, olyan filmet, ami mindenkinek tetszik, de 10-ből szerintem 6-an élvezték, 2-en nagyon élvezték, és mondjuk 2-en nem tudtak vele mit kezdeni, tehát ez egy egészen jó átlag. A többség szerintem jól szórakozott a másfél óra alatt, és ez volt végül is az elsődleges cél. Bár eredetileg nem terveztük így a közönségnek, hanem a magunk szórakoztatására csináltuk, úgyhogy amikor a végén kiderült, hogy kiadják, akkor DVD-n, akkor egy kicsit szégyeltük magunkat, hogyha ezt előbb tudjuk, akkor valószínűleg máshogy csináltuk volna, akkor jobb technikai feltételeket teremtünk a filmnek. Akkor ez nem volt előre eltervezve. És ez nem volt előre eltervezve, úgyhogy... Értem.
a filmben több ismert személy is feltűnik, mint például Koltai Róbert, Tudor Péter, Eperhes Károly, Michelle White, Coco, Kovi, hogy csak néhány nevet említsek. Hogy sikerült ezeket az embereket rávenni, hogy szerepeljenek a filmben? Teljesen véletlenül, és nem is kellett őket rábeszélni, ez volt a legszebb a dologban, úgyhogy én ajánlom mindenkinek, hogy megszerezni egy híres ember telefonszámát nem olyan nehéz, mert valakinek a valakije biztos ismeri. És hát a többségét tényleg így hívtam föl, hogy amatőrfilmes, aki poénból szeretne beletenni egy-két nagy nevet a filmbe, mert úgyse hinnél senki, hogy ilyet meg lehet csinálni. És mindenki nagyon szívesen, készségesen eljött. Aztán voltak itt haverokon keresztül ismertem. A Michelle White-dal egy buliban találkoztam, ahol már akkor pedzegette, hogy ő szeretne más típusú filmekben is szerepelni, mint eddig. És akkor rögtön mondtam, hogy ahogy kész a forgatók, hogy megkeresem. Rudolf Péter pedig ő üzent nekem a Tóth Barnabáson keresztül, aki ismeri, hogy hallott, hogy forgatunk egy ilyen filmet, és nagyon szívesen segít. Tehát ő például teljesen magától jött, és aztán ő hozta a Hirtling Istvánt, Nagy Kálózi Esztert, úgyhogy neki is sokat köszönhetünk. És akkor, ha jól tudom, 4 évvel később, az 2007-ben jelent meg a következő film, a Deus Ex Machina. Milyen stílusú a film, mi a témája? Mert úgy tudom, a No Man's Land-től teljesen eltérő alkotás. Igen, hát a Deus Ex Machina szándékosan egy más műfaj, bár vannak benne ugye szatirikus, parodisztikus elemek, de igazából egy misztikus krimi. Legalábbis azt szerettük volna, hogy az legyen. Úgyhogy sokan hasonlították a Da Vinci Code-hoz, amit nem olvastam és nem láttam, a Pendragon legendához is, de hát ugye abból adódóan, hogy könyvtár, rejtély, ezek azért több filmben szerepelnek. Most ez a két legismertebb mű, amihez hasonlították. A vége az más, mint a megszokott krimiknek, tehát igazából azért is vágtam bele, mert ha szokványos krimi lett volna, akkor nem csinálom meg. De mivel a slusszpoén az tényleg kicsit elüt a már megszokott és bevált sémáktól, ezért úgy gondoltam, hogy ebben a műfajban is kéne csinálni egy ilyet. Aztán a következő film az megint vígjáték lesz, de annak is a témája elüt az eddigi vígjátékok témáitól. Tehát ha van benne valami újdonság, akkor szívesen megcsinálom. És elég nehéz manapság új ötleteket beletenni egy filmbe. Akkor kizárólag csak azt hajt, hogy valami újat. Hát valami újszerűt. Na, ha valamiben más, mint a többi, az már hajt, mert hogy olyat még nem csináltak, szerintem tudtommal, és akkor gyorsan csináljuk meg, hogy mi legyünk az elsők. De ha van egy jó forgatókönyv, ami ismert elemekből építkezik, de mégis működik, és szórakoztató, akkor szerintem azt is megcsinálnám, hogyha ha lenne benne valami, ami egy picit több azért, mint a megszokott. Értem. Csak a film az Londonban játszódik. Miért pont ezt a helyszínt választottad? Hát a film sztoria adta a helyszínt, tehát nem igazából nem azért, mert hogy nem akartam volna a magyar környezetben filmet forgatni. Egész egyszerűen ugye a hasfelmetsző Jack fontos szerepet kap a filmben, és mivel ő londoni, ezért kénytelen voltam áthelyezni Londonba a történetet. Értem. Ezt a Deus Ex Machinát hogyan fogadták? Mert elég kevesen ismerik. Hát nem ismerik sokan. Akinek nem tetszett a No Man's Land, azoknak jobban tetszett a Deus, mivel ugye a No Man's Land nem tetszett nekik. Valakinek mind a kettő tetszett, valaki meg lehet, hogy csalódott, mert hogy ő egy ilyen hasonló kaliberű, abszurd vígjátékot várt, de hát az most megkapja majd a következő filmnél. Értem. És van tervben, hogy ez is megjelenik DVD-n, vagy az interneten keresztül? Hát az a kiadó, aki a No Man's Land kiadta, ő úgy tervbe vette, de hát ez már 2 éve is haludik a DVD piac, úgyhogy nem látom most sok esélyét, hogy ezt kiadják. Valószínűleg föl fog kerülni a netre. Fölteszem majd a Szalai filmet, próbálom újra beindítani, és akkor az eddigi filmjeinket mit feltesszük, és ind a videóra esetleg, hogy ott többen megnézhessék. Úgyhogy... Mennyi időt töltöttél ezeknek a történeteknek a megírásával? Hát a No Man's Land folyamatosan forgattuk, az alapsztori megvolt,
nem nagyon volt forgatókönyv, írtam egy ilyen 10 oldalas kis felskiccelt vázlatot, és aztán minden hétvégén forgattunk egy-egy jelenetet, aztán így összeraktam. A Deusnak a forgatókönyvén már legalább egy másfél évet dolgoztam, hogy ezt úgy kell érteni, hogy megírtam mondjuk egy hét alatt, és aztán úgy 2-3 havonta elővettem, és újra átírtam, átdolgoztam, és akkor a másfél év múlva lett belőle a végleges forgatókönyv. Egyébként gyorsan megszületik, tehát hogyha megvan az alapötlet, akkor egy-két hét alatt megvan az első verzió, amin aztán már lehet sokat ülni, meg cizellálni. A filmeknek a forgatása, illetve elkészítése mennyi időt vett igénybe? Hát a No Man's Tomb-nél ugye hétvégenként forgattunk, és a szeptember 1-én kezdtük, és hát januárban már csak ilyen pótjeleneket vettünk föl, és nem minden hétvégén forgattunk, lehet, hogy csak egy nap, lehet, hogy csak fél napon. Egyszer összeszámoltam, hogy valami 65 helyszínen forgattunk, de ilyen nyugisan, tehát nem volt semmilyen terminus, amire nekünk el kellett volna készülni, úgyhogy nem is az időt, nem néztük az időt, ahogy ráértünk, egyeztettünk. A Deus viszont 7 nap alatt forgott le, mert a főszereplő kiköltözött Németországba, hát neki 7 napra haza kellett jönnie, úgyhogy azt le kellett 7 napba, egy húzamba forgatni. Lehet, hogy csak 6 forgatás nap volt összesen. Úgyhogy azt jobban előkészítettük, meg volt már nem volt olyan sok helyszín, meg volt a végleges forgatókönyv, és attól ugye nem térhettünk el, tehát azt be kellett tartani. És jelenleg pontosabban most hány filmtervet van? Hát az egyik forgatókönyvvel már teljesen kész vagyok. Most éppen ilyen előkészítési fázisban vagyunk, remélhetőleg lesz rá producer. Van már egy jelentkező, aki lát benne fantáziát, meglátjuk, hogy összejön-e. Erről tudnál mondani valamit, hogy fogja például az előző filmjeinek valamelyikének a stílusát követni, vagy valami teljesen mást akar hát vígjáték lesz, kicsit abszolút vígjáték, de alapvetően egy vígjáték. Azt lehet tudni, hogy el tudnál mondani, hogy miről szólna konkrétan, vagy ez hát, még... Kicsit, tehát az újszerűsége abból adódik, hogy a filmben a műfajok 3-4 perceként konkrétan úgy fognak változni, hogy mondjuk egy sztorin belül, egy kerettörténeten belül ide-oda változnak a műfajok. Tehát például megy mondjuk egy western film, és aztán egyszer csak a gyurma lovakká változnak, és egy gyurma filmként folytatódik 3-4 percig a film. Aztán megint van egy változás, és megint egy egészen más műfaj következik. De ennek megvan a dramaturgiai szerepe, tehát ez nem alternatív, elvont művészfilm, hanem tényleg hozzátartozik a film dramaturgiájához, hogy miért változnak a műfajok. Tehát ezért újszerű az egész, mert és ebből adódnak majd a vígjátéki momentumok, vagy a szituációs helyzetek. Értem. Sok sikert kívánok ehhez a filmhez, és köszönöm szépen az interjút. Na hát, köszönöm szépen, nagyon szívesen, vagy én is köszönöm.